A Debreceni Egyetem egészségügyi karán és a Szapiencia Erdélyi Magyar Egyetem csíkszeredai karán is oktatnak turizmust. A világjárvány miatt ez az ágazat is nehéz helyzetbe került, egyebek között a hallgatóknak nem volt lehetőségük nemzetközi tanulmányutakon részt venni. A két intézmény közös projektje most összekapcsolja az idegenforgalmat és az egészséges életmódot. Eljuthatnak olyan gyakorlati helyekre, akár Olaszországba, akár Erdélybe, Romániába, ahol tapasztalatokat tudnak szerezni. Itt főleg az egészségturizmus, vagy ahhoz kapcsolódó turisztikai gyakorlatot tudnak szerezni, amely a pályafutásukban egy jelentős lépés lehet. Nyelvismerettel bővíthetnek, országismerettel bővülhet a tudásuk. A csíkszeredai egyetem turisztikai mérnök-menedzser képzésre járó hallgatói vehetnek részt a programban. Abban reménykedünk, hogy majd magyarországi, illetve itt a régióban találnak majd olyan szakmai gyakorlatra alkalmas turisztikai egységeket, ahol tényleg egy szakmai fejlődési úton indulhatnak el. Ugyanez érvényes mondjuk az olaszországi partner által szervezett szakmai gyakorlati lehetőségekről. Az olasz partner az európai gazdasági érdekeket képviselő csoport a turizmus különböző szereplői számára teremti meg a lehetőséget a nemzetközi tapasztalatcserére. A magyar és az erdélyi felsőoktatási intézmény hallgatói is ebbe kóstolhatnak most bele. Ennek a projektnek a keretében olyan vállalkozásokat keresünk, akikhez gyakorlatra mehetnek ezek a hallgatók, akik megmutatják számukra, hogy hogyan zajlik náluk az élet, és milyen metódusok szerint végzik a dolgukat az ő szakterületükön. A Debreceni Egyetem hallgatói szeptembertől egy 3 hónapos olasz nyelvtanfolyamon vesznek részt, majd várhatóan decemberben lesz először alkalmuk arra, hogy Erdélyben vagy Olaszországban bővíthessék ismereteiket.